csapathoz jöttünk, aki 9 hete úgymond veretlen volt, és mint az előbb mondtam, hogy ez egy csapatnak megfelelő önbizalmat és tartást kell adni, és erőt. Tulajdonképpen így a mérkőzés után azt mondom, hogy ezt ma nem éreztük a kispesti játékosokon, de ez az is kellett, hogy nagyon jó ütemben rúgtuk a gólokat. Majdnem mondhatom, hogy szinte egyiket a másik után, és folyamatosan fölé kerekedtünk így az ellenfelünknek. Remek egyéni teljesítmények voltak a mai napon, jó átlagok és átlag fölötti teljesítmények, és arról nem is beszélve, hogy két értékes játékosunk ma nem játszott. Meghatározó játékosunk, alapembernek számító játékos, és remekük pótolt, tehát őket a 19 és a 20 éves fiataljaink. Nagyon jó volt a támadó játékunk, nagyon lendületesek voltunk, nagyon frissek voltunk. Még hogyha pontosabbak vagyunk a végén, akkor talán még nagyobb arányú győzelem lehetett volna. És úgy éreztük, itt a lehetőség, hogy a fiatalokat játszassuk, hiszen hogyha nem fogjuk őket szerepeltetni, akkor soha nem fogjuk megtudni, hogy mire képesek. Két 93-as és egy 92-es születésű játékos saját nevelés játszott ma a csapatba, és tegnap volt egy szurkolói ankétunk, ahol ugyanezt mondtuk el, tehát nem a levegőbe beszélek, hogy a koncepciónk egyik része, hogy a 8 saját nevesi fiatal, aki a keretben van, minél előbb játék lehetőséget kapjon. Természetesen nem egyszerre bedobva őket a mélyvízbe, hanem fokozatosan. Én úgy érzem, hogy a mai mérkőzésen meghálálták a bizalmat. Ez azt jelenti, hogy akár a következő mérkőzésen megragadnak a csapatba? Hát ehhez azért még több kell. Nyilvánvaló, hogy az egy nagyon jó bizonyítványt állítottak ki magukról. Gondolok elsősorban Pekárra, aki ma a kezdő volt, és remek teljesítményt nyújtott. Én azt mondom, hogy rászolgál arra, hogy kezdőjátékos legyen Kecskemétnek. Na, hogy telnek a fordulók, jönnek a meccsek, úgy egyre jobban belerázódunk, és reméljük, hogy még jobban elkapjuk majd a fonalat. Ez a mérkőzés azt igazolta, hogy a Kecskemét, hogyha egy tököli, úgymond, vagy Bori éppen nincs a csapatban, akkor is tudja őket pótolni, és minőségbe tudja pótolni. Természetesen ehhez kellett az is, hogy mindenki egy nagyon jó átlagot és átlag feletti teljesítményeket nyújtott.